Na, sziasztok, ez itt a Futball Másnap. Az El Clasico másnapján szólunk hozzátok. Szokásos team, Áronnal ülök itt. Én Géza vagyok, és megmondom őszintén, hogy nem számítottam ennyire jó mérkőzésre, mint amit tegnap láthattunk. Én úgy indultam neki ennek az egésznek, hogy jó, jön egy El Clasico, megint elpötyölnek a csapatok, nem látunk majd sok gólt, meg nem lesz majd sok esemény, csak nagy küzdelem, meg óriási íram, mint amit ugye mindig pufogtatnak a szakértőink. De ezzel szemben egy óriási mérkőzés volt, szóval nem is tudom, mikor láttam ennyire jó és izgalmas El Clasicót az utóbbi időben. Nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt az egész meccs. Aztán Messi döntött a hajrában, de egészen filmbe illő volt az egész, ahogy az 500. gólját éppen a hosszabbítás utolsó percében sikerült berámolni a Realnak, úgyhogy nagyon nagy meccs volt tényleg. Utána egy percekig révületben ültem a kis székemben, hogy úristen, mi volt az, amit most láttam. Pedig te nem olyan vagy fogékony a spanyol focira, ugye? Hát annyira nem egyébként. Egy elkezdődött nyilván azért megnézek, mert azért ez mégiscsak a foci kuriózumai közé tartozik, de hogy abszolút nem voltam erre felkészülve lelkileg. De az, hogy a Barca megnyerte, az meglepett? Már engem igen. Egy kicsit igen, legalábbis úgy indult a mérkőzés, hogy a Real nagyon-nagyon letámadta a Barcát, csak a hazaiaknál volt a labda, szóval azt hittem, hogy ők most így idegből be fogják húzni ezt a meccset, ezzel együtt pedig a bajnokságot, de aztán egyáltalán így történt. Szóval egy kicsit meglepett, igen. Igen. Szerinted ez elég lesz ahhoz, hogy a Barca tényleg megnyeri ezt a bajnokságot? Ugye az a szabály, hogyha döntetlen, akkor az egymás elleni eredmény számít. Igen. Ebben most a Barca jobb, mert egy döntetlen volt télen, aztán most ők nyertek. Szóval, hogyha most éppen 75-75-tel állnak, igaz a Real Madrid egyel kevesebbet játszott, de ha ne adj Isten azt a Real elbukja, akkor innentől az van, mint az elmúlt néhány évben rendszerint, hogy ott van a Barca seggében a Real, de a szabályok miatt hátrányban vannak. Igen. Hát megmondom őszintén, hogy szerintem ettől a vereségtől függetlenül a Real be fogja húzni ezt a bajnokságot. Még úgy is, hogy nekik ugye ott van a városi rangadó a BL elődöntőben. A Barca meg ugye kipottyant, szóval szerintem egyébként meg fogják ezt innen csinálni, hogy 6 meccset kell kvázi megnyerniük ahhoz, hogy bajnokok legyenek. Szerintem Zidane ezt meg fogja oldani. És a BL-t? Hát a BL az már neccesebb ügy egyébként, ezen is gondolkoztam nemrég, hogy az utóbbi időben két BL döntőben is találkozott a két csapat, és akkor egy meccsen mindkétszer a Real volt jobb, viszont ezek a két meccses párharcok valahogy mintha az Atletico-nak feküdnének jobban. Ahogy általában az szokott lenni, hogy egy góllal megnyerik az odavágót, vagy a visszavágót, és a másikat meg lehozzák 0-0-ra. De végre nem? Egyszer nem lehet arra fogni, hogy az utazás miatt elfáradt a csapat, két utcát ez kell biztos, esétálni. Ez biztos, igen. Csodálatos. Igen. Nekem a legszembetűnőbb dolog, elég, ha az ember megnézi a visszajátszásokat, csak hogy, mert egyébként az El Clasico lesz itt a fő témánk, nem is annyira a bajnokság, meg ezek, hogy El Clasicon, meg úgy általában a Barcával, meg a Reállal mindig a csatárokat szokták felemlegetni, hogy hú, zé, a Cristiano Ronaldo ezt maga becselezte magát, meg a Messi duplájával nyert, meg tudom én mi. Eszméletlen nagyon játszott mindkét kapus, szóval olyan védéseik voltak, hogy egy 3-2-es meccsen simán tudom azt mondani, hogy így kb. Ők voltak a mezőny legjobbjai. Nagyon, nagyon, tényleg. Én is csak úgy kapkodtam a fejem. És Navas, bocsánat, Navas meg Ter Stegen is szokott kapni, ahogy te a szar cunami kifejezéssel szoktál élni, most hadd lopjam el egy pillanatra, hogy ők azért így masszívan kapnak ebből, az árnyékszék legmélyén ülnek, és a nyakukba potyog folyamatosan, és most meg szerintem bizonyították, hogy azért nem véletlenül vannak ott, ahol most. Tényleg egyszerűen óriási, óriási bravúrok voltak, amiket bemutattak. Szóval, hogy teljesen, én abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, hogy maximálisan kitettek magukért, és végre nem az van, hogy a támadókat kell dicsőíteni,
egyfolytában, hanem tényleg nagyobb-nagyobb bravúrokat mutattak be végig. És cserében meg fel tudom hozni egyébként Pikét, aki, hát nem is tudom, ilyen NB1-es magasságokba emelte a középhátvéd fogalmát. Hát, ez zseniális volt figyelni. Nem is az, hogy kétszer belerúgta 100%-os helyzetben a kapusba a labdát, mert ilyetetlen lehet mondani, hogy nem csatár, nem mintha nem őt küldenék föl mindig, ha baj van. De hát a végén Asensio kapta a labdát, és úgy volt vele, hogy most így vihetem jobbra, vihetem balra, de igazából tök mindegy, mert Piqué mindkettőt hagyni fog. Ó, és tényleg csak így, volt, és nem igen. Az volt, tudod, hogy megbolondította, amit sem, megtolta, és megtolt, simán kapura lehetett tenni. Mindig nyomják, hogy azért Piqué ilyen-olyan jó. Nem tudom, nekem most megint az bizonyította, hogy addig igen, amíg nem kell sok mindent csinálni, de hogyha van egy kisebb nyomás, akkor úgy látom, hogy önmagában kevés. Igen. Ha már a hátvédeknél tartunk, az mindenképpen beszéljünk Ramos kiállításáról. Hogy a másik észlény, igen. Igen, hogy hát kicsit bizonytalan voltam, hogy most jogos volt ez a piros lap vagy sem, de itt a mostani beszélgetés előtt meggyőztél, hogy igazából valószínűleg a szándékod üntette itt a bíróra. Nem kell, hogy meggyőzzelek, mert a focinak az az egyik szépsége, hogy mindenki mindenféle felfogásban gondolkodhat róla, legalábbis szerintem. Ha meggyőzött, nem tudom, nekem az volt perdöntő igazából, én is először néztem, és hogy elsőre csak azt láttam, hogy tudod, nagy hévvel fölrúgja egy oldalról becsúszva, talán a következőnél úgy tűnt, mint hogy nézem, hogy egyáltalán eltalálta a lábát, vagy mi a tököm van. És aztán volt egy harmadik olyan visszajátszás, ahol szinte így a Ramos neked háttal csúszik, és ott látszik, hogy van egy ilyen fura ollószerű mozdulat a lábában, és hogyha ahhoz hozzáveszed, hogy 5 millió kilométer per órával csúszott éppen, tehát hogy ott a világon más célja nem volt, csak hogy ott le kell darálni mindenkit. Ami egyébként döbbenetes számomra, hogy nem tudom, 10 év után végre valaki rájött, hogy Messi ellen ezt lehet csinálni, és akkor nem fog fickándozni annyit. Lényegtelen, szerintem ez azért, mert ez egy ilyen mozdulat volt, ilyen hévvel ment oda, szerintem a szándékot büntette a bíró, hogy ő azért ment oda, hogy fölrúgja a Messit. Nem azért, hogy elé csúszom, vagy valami. Ha nincs ez a mozdulat, vagy egy kicsit elé fekszik inkább, akkor gyanítom, hogy egy maximumi sárga lappal megúszza, ha egyáltalán. Bár az is benne volt, hogy teljesen, tehát hogy páros lábbal érkezett, tényleg óriási sebességgel, abszolút lábra ment, és ráadásul még volt egy olyan kamerállás, ahol látszott, hogy a jobb combját még kézzel is akasztotta. Tehát, hogy direkt felnyúlt azért, hogy nehogy. Biztosan tehát, hogy tényleg biztosan menjen. És még az is hátráltatta Messit, szóval, hogy jaj, utólag, akkor úgy éreztem, hogy ez azért túlzás, ez az egyből piros, de most így utólag belegondolva, egyébként abszolút jogos volt, szóval, hogy abszolút. Ha meg már Messi, meg így emlegettük a csatárokat, azért az elég szembeötlő volt, hogy Ronaldo nagyon gólt akart rúgni, és nagyon nem sikerült neki. Nagyon, nagyon. Messi pedig nyilván ő is gólt akar rúgni, de valahogy úgy láttam, hogy kicsit természetesebben mozog, hogy ő nem feszült rá annyira erre a góllövés témára, és mit ad Isten, neki sikerült kétszer. Igen. Amivel egyébként rekordot állított be, mert hogy 16-szor volt eredményes a Real ellen a bajnokságban, ami senkinek nem sikerült még ezen a világon. Di Stefanot előzte meg, aki 14-ig jutott. Szóval azért az valami. Emlegetted ezt az 500. gólt, meg hogy ilyen filmbe illő, plusz még ez is. Azon gondolkodtam, hogy ugye hiányzott Neymar, aki idén egy hülye fasz, mert mindennel foglalkozik már, a sírással elkezdve a haján keresztül, a kurvázásig gyakorlatilag már minden volt. Annyira nem követem nyomon az ő magánéletét, de szerencsére néhány bulvár lap megteszi helyettem. Szóval, hogy ő már így mindennel foglalkozik, ő szépen kiütötte magát erről a meccsről. Suárez egy ideje már nagyon impotensen játszik, teljesen felfoghatatlan a számomra. Mind a ketten zseniális focisták. Hát semmi kétség nincsen e felől. Szeretem vagy nem szeretem őket, ettől függetlenül nagyon jó csatárok. Messi is az.
De valahogy ezeken a meccseken mindig az derül ki, hogy Messiben tényleg van valami plusz, hogy ő még meg tudja csinálni. Az az első gól, ahogy ott végig szlalomozik mindenkin, szenzációs. Ez a győztes gól, ez is olyan volt, hogy persze rúgnak az emberek ilyet, de baszki, az El Clasicón a 92. percben, egy ilyen helyzetben ezt legtöbben nem így oldják meg, de ő Messi és berakja. Más kérdés, hogy mennyire volt visszafogott a gól öröme, vagy hogy is mondjam, csak szerényen meg ünnepelt a saját igen. magát. Egészen szolidan, igen. Szóval érdekes mezi. Volt nekem. Egyébként sokan, ugye sok vita van ez a Ronaldo kontra Messi. Általában azt szokták emlegetni, hogy Messi az, aki az ösztönös zseni, és hogy a Ronaldo pedig a munka. De érdekes nekem, hogy nyilván Ronaldo is rúgott már gólt a Barcelonának, nem arról van szó, hogy nem, és nyilván a Ronaldónak is vannak nagyon nagy meccsei, meg nagyon nagy eredményei, de valahogy a Ronaldo mindig ezt az erőlködést érzem ilyen helyzetekben, a Messi az meg csak Messi, és akkor oda megy, és akkor vagy sikerül gólt rúgni, vagy nem. A Juve megoldotta, tehát meg lehet csinálni, hogy ne kapja a gólt a Messitől, nem azt mondom, csak valahogy igen. azt érzem, hogy nyilván ez egy brutál támadó hármas, de hogy valami tényleg van a Messivel, amitől ő kiemelkedik egy akármilyen mezőnyből. Fáj ezt kimondani, de ez igazság. Én nem kedvelem Messit, félreértés ne essék, de valahogy most egy ilyen meccs után ezt tudom csak leszűrni. Abszolút. Erre a megállapításra jutottam. Most még egy érdekes dolog lehet, hogy néztük, Zidane 3 El Clasicót játszott edzőként. Elsőre nyert, utána döntetlen volt, most kikapott. 2-1-re nyert, 1-1-re döntetlen, 3-2-re kikapott, most nullszaldós. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog boldogulni ezzel, mert nagyon-nagyon jól megy neki. És szerintem tök szimpatikus, szóval, hogy így most elég király dolog lehet rá szurkolónak lenni. Úgy hiszem. Nagyon kíváncsian várom, hogy hosszú távon ő mennyire fogod beválni edzőként. Igen, meg hát... Most ez nagy tesz neki egyébként, hogy még behúzzák innen a bajnokságot. BL-ben is állnak, azért ez nem kis dolog egy ilyen kezdő edzőtől. Igen. Szóval elsőszezonjában az anyjában nyert BL-tom. Uh-huh. Az volt, igen. Igen. És most már megint ott van az elődöntőben, az Atletico ellen. Most a bajnokság azért az nagyon-nagyon necces. Úgyhogy nem tudom, te el tudsz képzelni egyébként olyan forgatókönyvet, hogy őt kiteszik a szezon végén? Vagy, idén vagy, biztos hogy, nem. Nem valószínű, nem. Kizárt. Szóval, hogy bár elbuknak mindent, akkor sem. De hogy azért én tartom, hogy továbbra is a Reálnak van nagyobb esélye arra, hogy megnyerje ezt a bajnokságot. Még így is, hogy a lélektani előny a Barcánál van most, azzal, hogy megnyerték, hogy így nyerték meg ezt az El Clasicót. Szerintem a bajnokság meg lesz. A BL az, ami igazán egyszer szerintem. Szóval, hogy ott azért... Hát igen, én alapvetően egyetértek veled szerintem, és a Real Madrid meg fogja nyerni ezt a bajnokságot. Valahogy jobban működik csapatként idén, mint a Barcelona. A Barca nagyon gyengélkedett most itt tavasszal. Nagyon azt éreztem, hogy nem megy. Ugye volt ez a PSG elleni továbbjutás a BL-ben, ami, hát nem is tudom, az év vicce volt. Nem menjünk bele, mert egy újabb 20-30 percet itt fogunk fröcsögni. A lényeg, hogy mindkettő kiesett, hál' Istennek. Van igazság a földön. De tényleg, tehát a Barcelona nagyon rossz volt az utóbbi időben, engem ezért lepett meg amúgy, hogy erre így föl tudták szívni magukat. Főleg úgy, hogy nem volt Neymar, szóval nem voltak egyszerű helyzetben, valahogy ki tudták brusztolni ezt. De azért az egy elmaradt meccs az nagyon-nagyon sokat számít. Most, hogyha azt elcseszi a Real, és csak egy döntetlent játszik, már akkor visszakerült a helyére. Igen. Szerintem a bajnokság meg lesz. A BL az nagyon necces, szóval ott eleve az Atleticóval az egy érdekes csata lesz. Tavaly is az volt,
Ugye már? Igen. Az érdekes jó szóra azt általában akkor szoktuk használni, ugye, amikor egy szar meccs van. 3-4 helyzettel, ugye ez volt tavaly, de mindegy. De még ha azon is túlnak, akkor is ott lesz, én szerintem, a Juventus. Valószínű. Aki azért eléggé megmutatta, hogy ki a boss így a Barcelona ellen. Tehát, hogy a Barcelonától nem gólt kapni, azt nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról. Igen. És hogy mennyire elverték őket Torinóban, az is nagyon kemény. Úgyhogy meglátjuk még. Most előre szaladtam, mert hogy szerintem a Juventus fog tovább jutni, de a Monaco is egyébként kurva jó idén, szóval nem tudom. Minden esetre a BL-t sokkal kérdésesebbnek érzem, mint a bajnokságot. Nem sokkal több meccs a bajnokság, de lényegesen igen, egyszerűbb feladatnak tűnik. Igen, igen, igen. Hát maradjunk annyi, hogy lássunk még sok ennyire izgalmas el klasszikót. Igen, jó lenne, hogyha ilyenek lennének, és nem iszabbirkózás, meg hisztipárbaj, meg nem tudom. Bunyók, meg ilyesmik.